Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szép, harmonikus párkapcsolat. Hogy alakul ez ki, hogyan tovább? Megnézzük ennél a jóslásnál. A jelenlegi helyzetre itt ez a kártya utal. A csillagképek ott a háttérben szerencsét hoznak. Azon kívül utal az időre. A megfelelő időpontban, a megfelelő helyen lenni, úgy, ahogy meg van írva a csillagokban. Azon kívül jelzi a nap és a hold energiáját is, hiszen itt van egy arany korsó és egy ezüst korsó. Az arany korsó az utal az aranyra, és az a nap energiáját szimbolizálja, az ezüst pedig a hold energiáját. Itt folyik ez a víz, tehát itt folyamodnak az események. Látható a levegő eleme, amire ez a madár utal a háttérben, a föld eleme, azon kívül a víz eleme, és az aranynál, és az aranyhajnál pedig a tűz eleméről van szó. Minden úgy összhangban van. És pontosan ez most az energiamező, ami kihat rád, ami kihat rá, ami kihat rátok, illetve erre a párkapcsolatra. Ő nyitott arra, hogy érzelmekről beszéljen, hiszen ezen az ezüst tálcán átnyújtja számodra ezt az arany kelyhet. És a kelyhek szimbolizálják a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Akkor is, ha még kicsit itt bohóckodik, de bízhatsz benne, hiszen nyitott lesz érzelmekről beszélni, vagy tervezi veled a jövőt. Itt, ezen a kártyán látható ez a bot. És a bot jelzi a tűz elemét. És a tűz eleménél mindig mozgásról van szó. Tehát előre mennek az események. Ez lehet egy új kezdet. Itt újra a csillagok láthatóak, ami szerencsét hoz. És ezen a képen az isteni hatalom és a föld így összefüggésben áll. Az egyik jel képezi az álmokat, a reményeket, a föld elme pedig a reális dolgokat. Itt megvan az egyhang, ami azt jelenti számodra, egy álom megvalósulhat. Itt a tízes szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus indul az életedben. Az érméknél ugyan anyagiakról van szó, vagy a munkáról, itt is rendeződik valami, de jelenti a biztonság érzetét, a belső értékeket is, így kihat a párkapcsolatra. Azon kívül a képen látható itt egy pár, mondhatnám úgy, egy szerelmes pár, és itt a háttérben ez a ház jelzi a jó anyagi körülményeket, a biztonságot, ez óv benneteket. Itt is a tízes számról van szó, újra jelzi azt, hogy lesz egy új kezdet, de ennél a kártyánál a kelyhek jelennek meg, ami utal az érzelmekre. Egy új kezdet a párkapcsolat területén, egy boldog családi környezet, a háttérben itt is megjelenik a ház, egy közös otthon, vagy a biztonság érzete. Ez a kép utal egy királynőre, és ez a királynő uralkodik a víz eleme felett, ami itt is látható a képen,
az azt jelenti, uralkodni fogsz az érzelmeid felett. Itt megjelenik a rák jegye és az ikrek jegyének a szimbóluma. A rák jegyénél is a víz eleméről, tehát érzelmekről van szó, de ez jelenti a családi kapcsolatokat is, vagy egy család alapítást. És az ikrek jegye az jelzi a tudást és a kommunikációt. Ez a kép itt azt jelenti, hogy itt vannak különböző lehetőségek. Itt lesznek változások és fontos döntések. Számomra a madarak jelzik a levegő elemét, a könnyűséget, és szimbolizálják a beszélgetéseket. Ez várható a közeljövőben, hogy beszél veled nyitottan érzelmekről, vagy a jövőről. Hallgass oda rá! És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!